kevesebb a dinnye. A magyar görög dinnyeszület a napokban kezdődik az országban, ami a szokásoshoz képest késésnek számít. Kresztan folyamok nyáron, heteket kell várniuk a diákoknak, mire a forgalomba mehetnek vezetni. Krónikus tüdőbetegség, egyre több a COPD-s idehaza, amelynek legfőbb kialakulási oka a dohányzás. Várhatóan a következő hetekben lesz több hazai dinnye a boltokban. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A magyar görög dinnye szüret a napokban kezdődik az országban, ez a szokásoshoz képest némi késést jelent, valamint a szezon elején valószínűleg kisebb mennyiséget is tudnak leszedni majd a termelők. Becslések szerint ugyanakkor augusztusban még nagyobb termés is jöhet. Most még főleg görög és Olaszországból importált görög dinnyével találkozhatunk a boltokban és a piacokon, de ezeket a következő napokban már felválthatja hazai termés. Először szokás szerint a Szeged környéki és a Békés megyei dinnye jelenik meg, de elvétve már Szabolcsban is érik, itt ráadásul nagyobb területen is vetettek. Országosan valamelyes csökkent ilyen 5600 hektár lehet most elvetve, ez tavaly évben közel volt a 6000-hez, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azon belül emelkedett ez a terület körülbelül 200 hektárra. A tavalyi évben se volt rossz a kamionos dinnye, illetve nem nagy befektetést kíván azok részéről, a termelők részéről, akik ezzel foglalkoznak. Ha ez a munkaerő hiány nem lenne, mert azért ennek a megmozgatásához sok kézi munkaerő kell, akkor talán itt a mi megyénkben még jobban is beülhetne ezek a területek, ugyanis ez a terület nagyon alkalmas arra, sok homokföldön ezek korán felmelegednek, a dinnye szereti ezt. A legjelentősebb dinnyetermővidékek nálunk a délnyírségi területek, napkor Kálló Semjén, Balkány és Bökön térsége. Itt azonban elsősorban a szabadföldi görög dinnyét termesztik, aminek az érése augusztus elejére várható. A keléssel a hűvös elsős májusi időjárás miatt gond volt, itt szinte mindenki újra vetett, emiatt tolódik most a szüret mintegy másfél-két héttel. A szokásosnál valamivel kevesebb terméssel indul a szezon, de úgy néz ki, az augusztusi mennyiséggel és a minőséggel sem lesz probléma. Én úgy gondolom, hogy jelenleg az időjárás nagyon kedvezett a másodötésnek. Mindenhol megvannak az első-második kötések. Ha ilyen csapadékmentes időszak folytatódik, akkor aki öntözni nem tud, az a ledobálja, a dinnye úgy védekezik, hogy az egyik kötés ledobálja. Most még bárkivel beszélgetek, mindenhol ott vannak az első-második kötések, úgyhogy jelenleg egy jó termés elé nézünk itt a mi megyénkben, főleg azok, akik öntözési lehetőség adott, azok meg fogják öntözni, és megmarad rajta mind a kettő. Idén mintegy 180 ezer tonnás termés várható Magyarországon. Jelenleg átlagosan 90-120 forintos kilónkénti áron adnak tovább a termésükön a hazai gazdák. Ez persze a boltokban magasabb 150-200 forintos árakat jelent, de jelentős drágulásra nem kell számítani idén. A várakozások szerint ráadásul a megszokottnál tovább, szeptember közepéig is tarthat az idei dinnye szezon. Országszerte kevés a vezetés oktató. Ez a nyári ugrásszerűen megnőtt tanulói létszám miatt azt jelenti, hogy a diákoknak az elméleti kresztan folyam után heteket kell várni, mire a forgalomba mehetnek vezetni. A legtöbb diák mégis a nyári szünetre időzíti a jogsi szerzést. Azt mondják, ilyenkor nem kell az iskolai tanulmányokkal foglalkozniuk. Egyre gyakrabban kapnak a diákok ballagási ajándékként kresztan folyamot vagy készpénzt, amelyet képzésre költenek. Ilyenkor azonban érdemes azzal is számolni a diákoknak, hogy bár a kresztan folyamokra van hely, a jogosítványt nem biztos, hogy egy nyár alatt megszerzik. Ugyanis az ugrásszerűen megnőtt tanuló létszámot nem követi arányosan az oktatói létszám növekedése. Oktató van, csak kevés. De ez nem csak Szabolcs megyére érvényes, nem csak Nyíregyházára, ez országos probléma. Képzések mennek, oktatói képzések folyamatosak, de így sem tudják pótolni azt a létszámot, amely a képzés magában, mint járművezetés, tehát jogosítványra szükség lenne. Jelen pillanatban ki lehet jelenteni, hogy talán ez az év lesz a csúcs, hiszen évről évre azt tapasztaljuk, hogy mindig többen vannak, és egy picit mindig többet kell várni, vagy egy picivel talán több az az idő, mire megszerzi a jogosítványt.
Ez most is érvényes, és szerintem ez az év viszi a prímet. Már most nagyon érezhető, hogy a jelentkezések, a tanulói létszám egyre nagyobb. Bár még csak nemrég kezdődött a nyári szünet, már most heteket kell várnia egy diáknak, mire egy oktató ki tudja őt vinni a forgalomba vezetni. A jelenlegi vizsgabiztos létszám éppen elég, de az oktatók szerint többet is elbírna a város és a megye is. A diákok tisztában vannak azzal, hogy a vezetésre várniuk kell, mégis a nyári szünetre időzítik a tanfolyamot, és egyre szívesebben választják a könyvalapú tantermi kurzusokat. Én azért kezdtem el most idén nyáron a Kreszt, mert nekem a nyelvvizsgához volt kötve, hogy vezethessek, és szerintem nyáron könnyebben tudunk tanulni, mert nem kell odafigyelni az iskolai tanulmányokra, és így több időnk kerül arra, hogy tanulhassuk a Kreszt. Ezért jöttem most, és most mi egy tankönyv alapú tanfolyamon veszünk részt, amely szerintem sokkal jobb, mint az internetes, mert itt az oktató bemutatja nekünk, és több tapasztalatot szerezhetünk, mint az interneten. Én egy kis vidéki faluban lakom, és ugye Nyíregyházára kell utaznom, hogy a tantermi oktatáson részt tudjak venni, mivel még tanulok. Ezért az évközben nekem ezt nehézkes lenne megoldani, hogy hazajussak időben, illetve be az iskolai idő alatt a Kreszt tanfolyamra is tudjak járni. Ezért nekem a nyári időszak, amikor tanszünet van, ez a legalkalmasabb arra, hogy Kreszt is tanulhassak. És a tantermi oktatás mellett pedig azért döntöttem, mert szerintem az e-learninges oktatás során az ember hajlamos átsuhanni olyan részletek felett, amelyekre az oktató felhívja a figyelmet a tantermi oktatás kereteiben. Itt az oktató olyan hibákra is felhívja a figyelmet, amelyeket a diákok kortársai gyakran elkövetnek. A szerencsésebbek ugyanis már a rutinpályán vagy a forgalomban gyakorolják az alapokat. A nyári tanfolyamokon legtöbbször B-kategóriás jogosítványt szeretnének szerezni a fiatalok, de sokan szívesen ülnének motorra is. Kezd elmozdulni az a tendencia, hogy a fiúk motoros irányban, a lányok az autós irányban mozdulnak, egyre többen szivárognak be a lányok a motoros táborba, tehát egyre több lányzó szerzi meg nyáron a motoros jogosítványt, de azért még mindig a jellemző az, hogy a nagy réteg a B kategória, tehát a személygépkocsinak a jogosítvány igénye. A motoros is egyre több, egyre jobban jön fel a száma. Ez azt mutatja, hogy egyre több motorosunk lesz a városban. Ez pedig fokozott figyelmet igényel majd a közlekedőktől, nem csak az autósoktól, a gyalogosoktól és a kerékpárosoktól is, valamint maguktól, a motorosoktól. Egyre több olyan embert érint a COPD, akik korábban nem dohányoztak. A köhögéssel, fulladással és köpet ürítéssel járó tüdőbetegség elsődleges oka viszont még mindig a cigarettázás. Így legnagyobb eséllyel úgy tudjuk elkerülni a kialakulását, ha nem gyújtunk rá. Fontos emellett a rendszeres mozgás és a légzőizmok erősítése is. Gyárkéményből Nyíregyházán sincs hiány. A városban is sokan dolgoznak az iparban, ahol sok esetben élegeznek be különböző anyagok égetése során keletkező egészségre káros gázokat. Az ilyen és hasonló munkahelyi ártalmak miatt idehaza egyre többen tapasztalják a krónikus légúti szűkülettel járó tüdőbetegség a COPD tüneteit. Fulladással járó, idült, hörgőgyulladás. Nagyon gyakori megbetegedés, hát elsősorban a dohányzással függ össze. A megbetegedettek mintegy 80%-a dohányos, azonban van egy olyan 20-25%, aki életében nem dohányzott, és mégis COPD megbetegedésben szenved. Ennek nyilván a levegőszennyezettség, illetve különböző genetikai hajlam az oka. Az egészségkalauz cikke szerint egyre több olyan embert érint a gyógyíthatatlan tüdőbetegség, akik korábban nem dohányoztak. Kialakulásának elsődleges oka azonban továbbra is a füstölgés. A cigizők mintegy 1/5-nél elkerülhetetlenül megjelenik ez a köhögéssel, fulladással, köpetürítéssel járó súlyos betegség. Természetesen minél többet és minél hosszabb ideig dohányzik valaki, annál nagyobb az esélye a COPD-re, így a megelőzése is ezzel függ össze.
soha, de soha nem késő lemondani a dohányzásról. Tehát ez az, mivel említettem, hogy a legfontosabb kóroki tényező a dohányzás. Tehát a dohányzás abbahagyása már, ha kialakult a betegség, vagy ha kialakulóban van, vagy ha már nagyon súlyos, akkor is mindig segít a dohányzás elhagyása. Illetve ha valaki ilyen munkahelyen dolgozik, ahogy ön is említette, akkor a megfelelő védőfelszerelés használata. A tüdőközpont ajánlása szerint emellett lehetőleg legyünk minél tisztább levegőjű környezetben, előszük meg az elhízást, mozogjunk rendszeresen, közepes intenzitással, kérjünk védőoltást influenza és tüdőgyulladás ellen, valamint erősítsük a légzőizmainkat a gázcserét javító légzőgyakorlatok elsajátításával. A COPD légzés funkciós vizsgálata kimutatható, és a időben elkezdődik a kezelése, a tünetek súlyosbodása lelassítható. Közel 5000 ember látogatott el a 4. újfehértói fürtös fesztiválra a hétvégén. Az egésznapos rendezvényen a fellépők mellett főzőverseny is várta a vendégeket, akik egy különleges 10. századi egytálételt is megkóstolhattak. A település lehetőséget adott a helyiek bemutatkozására is, így például több mint 100 óvodás és a Kempó csapat is fellépett szombaton Újfehértón. Újfehértón minden a megyről szól és a gyümölcsből készült ételek és italokról. Így volt ez a 4. fürtös fesztiválon is. Megyes sütemény, megyes rétes és több mint 10 csapat étele készült szombaton Újfehértón a főzőversenyen. A látogatókat egész nap színpadi produkciók szórakoztatták. A délelőtt folyamán 102 óvodás is fellépett, de volt tánc és kempó bemutató is. A szomszédos országokból és főleg a testvértelepülésekről is egyre népesebb delegáció érkezik a fesztiválra. Idén mintegy 5000 embert vártak. Én úgy gondolom, hogy a múltnak, a múlt értékeinek a megbecsülése nélkül nem létesülhet egy település, hiszen a tradícióra, a múltra kell építeni a jelent, illetve arra kell építeni a jövőt. Én biztos vagyok benne, hogy ezen a területen jó irányba haladunk, és ami nagyon fontos, hogy egyre többen éreznek rá, ha úgy tetszik, ennek a fontosságára, és folyamatosan bővül ennek a lehetősége. Minden évben szerveznek valami újítást a fesztiválra. Idén a múzeum udvarán egy Árpád-kori kertet alakított ki a Keleti Gyepű Egyesület. Felállítottak egy jurtát, az érdeklődők pedig az íjászatot is kipróbálhatták a fürtös fesztiválon. Újfehértón ezen a fürtös fesztiválon is azért vagyunk itt, nem csak azért, mert Újfehértón van a központja a Keleti Gyepűnek, hanem azért, mert újabb lehetőség arra, hogy ezt a kultúrát megmutassuk. Én azt gondolom, hogy minden embernek a magyarság, a magyarsággal kapcsolatos dolgok fontosak. Magyarországon élünk, és nem zárhatjuk le csak annyiban, hogy hát itt élünk, akkor magyarok vagyunk, hanem emlékeznünk kell arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk. És a mi feladatunk pontosan ez, hogy ne feledjük, hogy dicső eleink annak idején az első honvédőháború, pozsonyi csata, az egy nagyon komoly, dicsőséges csata volt a mi számunkra, és egészen addig visszamehetünk a magyarság kultúrájában, én azt gondolom, és akkor mi a képbe jöhetünk, hogy mi ezt képviseljük, ezt szeretnénk megmutatni. Az öltözéken és az életmódon túl a 10. századi gasztronómiát is megismerhették a fesztiválozók, az úgynevezett harcosok eledelét, egy korhű egytálételt készítettek a múzeum udvarán. Piros paprika nélkül készül, sok-sok fűszerrel, háromféle hússal és kölessel. A köles ezután fog belekerülni, gyakorlatilag egy pörkölt alap, nagyon sok-sok hagymával, piros paprika nélkül, sok-sok zöldfűszerrel, lestjánnal, petrezselyemmel, zellerrel, sáfrányos szeklice adja a szép sárga színét, nincsen benne piros paprika. Piros paprika csak csipős, tehát abban a korban csak a csipősek voltak, és legutoljára a köles fog hozzá kerülni, ami most itt tázik éppen, mert ezt a gabonánkat elfelejtettük. Ez sokkal finomabb, sokkal tartalmasabb, és kevésbé terheli meg a gyomrunkat, mint például a rizs vagy a bulgur. A múzeum udvarában a helyi termékeket, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár újfehértói elemeit is megismerhették a látogatók. Rekordgyorsasággal növekszik, egy hónap alatt 1 métert nőtt a japán darú fióka a Nyíregyházi állatparkban. A barna piatollakat viselő fióka 30 napnyi kelés után bújt ki a tojásból, amelyet a monogám párkapcsolatban élő darú tenyészpár felváltva költött ki. Tollazata pedig másfél-két év múlva lesz szüleihez hasonló. Japán vagy más néven mandzsó darú fióka kelt ki a Nyíregyházi állatparkban.
május utolsó hetében. A mára termetes fiókát a szülőállatok folyamatosan takarták, de most, hogy 5 hetes lett, s szinte szülőnyi nagyságú, már a nagy közönség is megtekintheti. Egy hónap alatt 1 métert nőtt állatparkunk japándarú fiókája. A kicsi 30 nap alatt kelt ki a tojásból, melyet a tenyészpárunk felváltva költött ki, mely monogám pár kapcsolatban él. A kis fióka jelenleg barna torruhával rendelkezik, körülbelül 1,5-2 éves korában lesz majd fehér színezetű a tolla, mint a szülőállatoknak. És bár színezetében eltérő, már táplálkozásban teljesen hasonló életmódot folytat, hiszen már ő is apróbb gerinctelenekkel, kisebb gerinces állatokkal, illetve rügyekkel és növényekkel táplálkozik. A japán daru a legnagyobb és az egyik legimpozánsabb darufaj, testhossza 160 cm, míg szárnyfesz távolsága a 2 métert is eléri. Jellegzetessége a homlokon látható élénkvörös minta, amely valójában egy kopasz bőrfelület. Költöző madár a nyarat és a tavasz Szibériában és Mongóliában tölti, míg az őszi és téli időszakot Észak-Kelet-Kínában, Koreában és Japán északi részén. A japán daru élőhelyén a béke és a szerencse jelképe, így évszázadokon át védelem alatt állt, ám napjainkban élőhelyeik megszűnése, a mocsarak lecsapolása és a vadászat miatt egyedszáma drasztikusan lecsökkent, a Természetvédelmi Világszövetség adatai alapján kevesebb, mint 1800 egyed él a természetben, így állatkertek fogtak össze megmentésükért. A Nyíregyházi állatparkban élő tenyészpár igen sikeres, hiszen már több ízben neveltek fel fiókát. Hazai pályán a Szombathely ellen játssza a szezon első bajnoki meccsét a kisvárdai női kézilabda csapat. A várdaiak hétfőn kezdték el a felkészülést az új edző Bakó Botond irányításával. A 9 új játékos mellett visszatér a csapatba a világbajnok brazil Samira Rocha is. Hétfőn a játékosok erőnléti felmérésével elkezdődött a kisvárdai női kézilabda csapat felkészülése. Az elmúlt szezonhoz képest jelentősen átalakult a játékos keret, a távozók helyére 9 új kézilabdázó érkezett. Tana Petikova, Dajka Bettina, Udvari Laura, Dombi Luca, Kondásova Izabel, Siska Pálma, Veronika Havánkova, Lajtos Nóra és Bárány Krisztina mellett a szülés után visszatérő brazil világbajnok Samira Rochára is számíthat a szakmai stáb. Az új vezetőedző Bakó Botond munkáját másodedzőként Szabó Valéria segíti majd. A felkészülési időszakban 8 edzőmeccset játszik a Kisvárda, először július 26-án a Nagybánya ellen láthatják kedvenceiket a szurkolók. A szövetségben kedden elkészítették az NB1 2019-2020-as idényének sorsolását. A Kisvárda az első fordulóban szeptember 1-én hazai pályán az újon Szombathely csapatát fogadja, majd a második fordulóban a Ferencvároshoz utaznak Orbán Adrienék. A 13 évesektől a 21 évesekig valamennyi korosztályban bejutottak az országos döntőbe a Nyíregyházi Sportcentrum lányröplabdázói. A legjobb eredményt a 4. helyen végző U19-es csapat ért el. A serdülők hazai rendezésű döntőjében a 6. helyen zárt Erdősné Balogh Erika együttese. A 10 évesektől kezdve a 21 évesekkel bezárólag 8 korosztályban közel 200-an röplabdáznak a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben. A bázisiskolának számító Móricz, Bem és Arany mellett a toborzásnak köszönhetően más intézményekből is kerültek be gyerekek az előkészítő csoportokba. A legkisebbek tornarendszerben versenyeznek, a nagyobbak pedig már több hónapos sorozatban harcolnak az országos döntőbe jutásért. A nyíregyháziak 5 korosztályban kerültek be a 6-os, a 13 éveseknél 12-es fináléba. Az U21-esek a 5. helyen végeztünk. Itt azért tudni kell, hogy az U21-es bajnokságba visszajátszhatnak a felnőtt csapat keretei. Ugye előző szezonban mi ezt a bajnokságot megnyertük, de hát akkor még tudott játszani Varga Eliza. Most idén sajnos, mivel az elődöntő időpontja ütközött, ezért őt se, és Tóth Fruzsit Tordalmát se tudta nélkülözni a felnőtt csapat, tehát egyedül Szabó Lili vett részt az országos döntőn. Az előkelő 5. helyet szereztük, meg én úgy gondolom. Az U19-es csapatunk Hajszárhírján maradt le a bronzéremről, 4. helyen végeztünk. Nem sok különbség volt, gyakorlatilag majdnem ugyanaz a gárda versenyzett, mint az U21-es bajnokságban. Az U17-esek első évesekként és sok gyerek korosztályú játékosként 6. helyen végzett. A
az OGB rácsapatunk a gyerekbajnokságban szintén a 6. helyen végzett. A fő cél természetesen az, hogy az utánpótlásból minél több játékos kerüljön be a Fátum Nyíregyháza felnőtt keretébe. A U15-ös korosztályba tartozó kindúzolati a korosztályos válogatottunk. Őneki megvan az esélye, hogy oda fölkerüljön, de én úgy gondolom, hogy több olyan játékosaink vannak az U17-es, illetve az U15-ös korosztályba is, akik oda kerülhetnek. Nagyon sok munka van még számukra, megpróbáljuk egyéni képzésekkel az ő tehetségüket még jobban kibontakoztatni. Ugye kérdéses lesz, hogy a későbbiek folyamán ők mennyire gondolják komolyan a röplabdát, és mennyire fog ütközni esetleg a tanulással. Hát megpróbáljuk úgy segíteni az életüket, hogy azért a tanulás mellett legalább most itt az elején mindenféleképpen a röplabda legyen még fő cél. A nagyobbak számára augusztus elején kezdődik el a felkészülés napi két edzéssel. Az első vagy a második héten valamennyi együttes edzőtáborba utazik. A kisebbek a tanév indulásakor kezdik el az edzéseket. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 9-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon megtekintetik, visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden változóan felhős idő várható, zápor előfordulhat. A nyugati, majd az északira forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9-14 fok között alakul. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. A következő napokban változékony időben lesz részünk. A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett lesznek erősebben felhős területek, illetve időszakok is.